napon három ősbemutatónk, vagy olyan bejelentésünk, olyan tanulmányismertetésünk lesz, ami direkt a Média Hungary számára készült. Kuruc Imrétől hallottuk már a fogyasztókra vonatkozó, hogy hogy éreznek, hogy gondolkoznak a pandémia utáni helyzetről, a szokásaikról, amiket átalakítani, vagy újraindítani remélnének. Most viszont a globális platformok hatása a hazai kommunikációs piacra lesz a téma. Készült egy tanulmány az MRSZ felkérésére a KPMG segítségével, ami tulajdonképpen arra keresi a választ, hogy egyrészt milyen most a helyzetkép, másrészt milyen stratégiai lépésekre lenne szükség. Az MRSZ azt reméli, hogy elindul egy párbeszéd, mert a kihívásokra valamilyen válaszokat kell adni. A következő fél órában, amennyi a tanulmányból belefér, Gulyás János, MRSZ és Weber Mátyás a KPMG-től lesz a színpadon. Szeretettel köszöntelek benneteket. Köszönjük szépen. Te már utáltál rá ugyan délelőtt, hogy ez lesz. Igen, nekem... Hát elszaladt az idő, és újra itt vagy. Volt alkalmam beharangozni, hogy akkor most a Magyar Reklámszövetség képviseletében tudom tulajdonképpen felkonferálni Weber Mátyás barátomat a KPMG-ből, aki a tanulmánynak a legfontosabb elemeit ismerteti. No, hát globális platform hatásai a magyar kommunikációs iparra. Azt tudjuk, hogy az elmúlt évtized legnagyobb jelentőségű változása a világ média és reklámiparágában az a globális platformoknak az előretörése volt. Hatással volt ez a médiafogyasztási szokásokra, a médiavállalatokra, az ügyfelek reklámköltésére, alapvetően mindenre, ami ezzel az iparággal összefügg. Nincs olyan szereplő az iparágunkban, akit ez ne érintene, legyen bárkiről is szó, illetve Magyarországon is érvényesül természetesen ez a globális trend. Minden olyan szakmai fórumon most már néhány éve, mint például ez, szó esik erről előadásokban, illetve a folyosón a beszélgetésekben, és ezeknek az eszmecseréknek az intenzitása egyre nagyobb lett az elmúlt években. Vannak olyan radikális vélemények, amik azt mondják, hogy szép lassan a platformok bekebeleznek mindent, ami nem ők. Megeszik a tartalomszolgáltatókat, megeszik a reklámokat, megeszik a tartalmakat, megeszik az embereknekről keletkező adatokat, és végül is tulajdonképpen a lokális gazdaságot is fel fogják falni, és a vége meg az lesz, hogy tulajdonképpen meg fog szűnni a magyar reklám és médiaipar úgy, ahogy van. Nyilván ez egy nagyon nagy véglet az egyik oldalon, és akkor vannak olyan vélemények, akik meg azt mondják, hogy hát persze jönnek ezek a globális szereplők, de mellette a helyi szereplőkkel sincsen nagy baj, és együtt fognak szépen egy virágos tarka mezőn virágozni a globális és lokális virágok. Radikális álláspontok, de az biztos, hogy probléma érzékelés és beszélgetés az mindenképpen van. És ezért gondoltunk mi a Magyar Reklámszövetségben arra, miután mi vagyunk egy olyan ernyőszervezet, ahol tényleg ügyfelek, médiavállalatok, szolgáltatók, ügynökségek, mindenki jelen van, hogy érdemes volna elkezdeni egy érdemi párbeszédet ahhoz, hogy ezt a kérdést alaposan át tudjuk rágni, és gondolkodhassunk azon, hogy milyen kitörési pontjai vannak a magyar média és reklámiparnak. És hát nyilván minden érdemi beszélgetéshez szükség van egy kiinduló pontra. És ezért kértük fel a KPMG-t, hogy ezt a kiinduló pontot készíts el mi közreműködésünkkel, illetve Magyar Reklámszövetséges tagvállalatok képviselőinek aktív közreműködésével. Úgyhogy ez az oka annak, hogy elkészült ez a tanulmány, és akkor kezdjük is el egy rövid bevezetővel, amit még én mondok. Ugye, amikor globális trendekről beszélünk, akkor egyrészt látjuk a globális platformok számának növekedését. Legyen szó tartalommegosztó platformokról, mint mondjuk a YouTube, vagy a Spotify, vagy TikTok, vagy közösségi médiáról, Facebook, Twitter, LinkedIn, stb., keresőmotorokról, vagy VOD platformokról, mint a Netflix vagy az HBO Go. Ugye mi ezekre koncentráltunk, annak ellenére, hogy az e-commerce vagy a kommunikációs platformok is tulajdonképpen jelentős hatással vannak az iparágunkra.
Összességében ezeknek a platformoknak az elérése drasztikusan nőtt az elmúlt években. A világban havi aktív több mint 2 milliárd Facebook felhasználó van, ennek közelébe jár a YouTube is, de 2019-ben már 167 millió előfizetője volt a Netflixnek is világszinten. És világszinten szintén az online hirdetések 3/4 a globális tech cégeknél realizálódik, ami egyébként az összes hirdetési költségnek, ami a világban elköltődik egy évben, annak is már a 40%-a. A Facebook 308%-kal növelte a bevételeit 2015 és 2019 között. A Google az sokkal szerényebb volt, ők csak megduplázták a bevételeiket is, de hogyha így megnézzük a 2019-es számot, ez, ha jól emlékszem, 206 milliárd dollár, és csak hogy azért érzékeljük ezt az egyéves bevételét az Alphabetnek és a Facebooknak, ugye, hogyha ezt hozzá mellé tesszük a magyar nemzeti összterméket, ami ugyanebben az évben 163 milliárd dollár volt, azért látszik, hogy mekkora óriási erőt képviselnek. És hát nyilván a reklámiparra eléggé befolyással vannak, már csak azért is, mert hogyha a Facebookot nézzük, akkor a Facebook bevételeinek a 98,5%-a a hirdetésekből jön, és az Alphabet esetében is ez 83%. És hát bár kicsit lassabban és kicsit később, de ugyanez a trend természetesen Magyarországon is itt van. A magyarok 70%-a közösségi médiázik globális platformokon, 5,6 millió Facebook felhasználó van, de már az Instán is több mint 2 millió aktív havi felhasználó van, és természetesen a hirdetési pénzek is követik a felhasználókat. Ugye a Magyar Reklámszövetség reklámköltés toltájából látszik, amit néhány hónapja publikáltunk, hogy a teljes magyarországi reklámköltés, az összes reklámköltésnek a 26%-a már ezeknél a platformoknál köt ki, ami ugye Magyarországon jellemzően tényleg csak a Facebook és a Google. Ami egyébként azt is jelenti, hogy a digitális költéseknek Magyarországon már 2020-ban a 60%-a ment jellemzően a két platform felé. Miközben semmi kétség nem fér ahhoz, hogy ezek a platformok nagyszerű szolgáltatásokat nyújtanak a felhasználóknak, azért az is látszik, hogy például a szabályozói környezet az nem igen tudott lépést tartani egyébként sehol a világban azzal, ami ugye itt reggel volt egy olyan előadásom, ami az inflexiós pontokról szólt, ugye itt már bekövetkezett a globális platformok esetében ez az inflexiós pont. Tehát nem nagyon tud a sehol sem a szabályozó igazából mit kezdeni ezekkel a platformokról. Rengeteg olyan téma van, ami nagyon fontos, kezdve az adatvédelemmel, a tartalmakkal kapcsolatos felelősségével ezeknek a platformoknak, az adózásról, hogy hol adóznak ott, ahol megtermelik, vagy ott, ahol bekönyvelik a bevételeket. És összességében leginkább arról folyik itt a beszélgetés, és az okozza a problémát, hogy a helyi játékosoknak sokkal-sokkal szigorúbb szabályoknak kell megfelelniük gyakorlatilag minden téren, mint a globális platformoknak. És ugye nyilván ez azon túl, hogy az óriás szereplőknek óriás felelősségük van és hatásuk a társadalmak életére, és itt tulajdonképpen kimondhatjuk, hogy megengedhetetlen, hogy ne vonatkozzanak rájuk is szabályok, amik ezekkel a felelősségekkel együtt járnak. De hogyha most csak szigorúan abból a szempontból nézzük, hogy ez verseny szempontjából mit jelent a helyi szereplőknek, itt van egy iszonyatos verseny hátránya minden országnak, a lokális szereplőiknek, ami tovább erősíti mondjuk azt a problémát, ami amúgy is megvan, hogy a globális platformoknak a dolog naturájából adódóan van egy globális méret gazdaságossági versenyelőnyük, nagyon helyesen és természetesen, de ezt tovább tetézik ezek a szabályozói problémák. De így nem meglepő, hogy ez a téma egyre forróbb, és nagyon sok helyen gondolkodnak azon, hogy hogyan kellene és lehetne a platformokat jobban szabályozni, és világszerte születtek erre különböző jobb és kevésbé jó ötletek és megvalósítások.
Én tényleg csak most azt emelném ki, ami néhány hónappal ezelőtt végül is Ausztráliában már deal lett, például a Google és a lokális kiadók között, hogy valamilyen fajta bevételmegosztásra szükség van a lokális kiadók és a Google között is. Minden esetre talán ebből a hosszúra nyúlt bevezetőből egyértelmű, hogy miért gondoljuk nagyon fontosnak azt, hogy elkezdődjék tényleg egy komoly beszélgetés a globális platformok helyi hatásairól az iparágunkon belül, bevonva az összes stakeholdert, a hirdetőktől kezdve, hiszen mégiscsak ők adják a pénzt, a médián keresztül, médiatulajdonosokon át az összes ügynökséget bevonva, és bevonva a szabályozót is, és a tanulmány az ehhez szolgál egy kiinduló pontul. Úgyhogy Matyi, kérlek, akkor beszélj arról, hogy mi is van ebben a tanulmányban. Igen, köszönöm szépen, János. Itt nagyon röviden azt azért fölvázolnám, hogy a módszertanunk milyen alappilléreken is nyugodt. Két oldalról közelítettük meg a vizsgálatot. Az egyik egy ökoszisztéma alapú vizsgálat volt, aminek tulajdonképp ugye az alapja az az egyszerű tézis, hogy a pénz az, ami végül is mozgatja a szálakat, és a reklámbevételek költéséből kiindulva tudjuk lekövetni a tartalmat, illető felhasználói szokásokat, illetve ugye a folyamat végén pedig a médiaszegmensek jövedelmezőségére vonatkozó hatásokat. És ehhez a munkához egy tucat mély interjút folytattunk le, ahogy János is említette, kiemelt nagy hirdetőkkel, a médiaszegmenseknek vezető képviselőivel, ügynökségi képviselőkkel egyaránt. Úgyhogy ez volt az egyik megközelítésünk. És a másik megközelítésünk pedig tulajdonképpen a médiaszegmensekre vonatkozó izolált hatásoknak a lekövetését érintette és jelentette. Itt ugye azt szerettük volna lényegében meghatározni, hogy az a 240 milliárd forintos ugye 2020-as adat alapján médiatorta összbevétel a médiaszegmensek között, az milyen kihívásokat kap a közeljövőben, meg aztán egyébként a távolabbi jövőben a platformok hatására, és ezeket a szegmenseket külön-külön is, illetve még hozzájuk rendelve a reklámügynökségi extra szegmenst, szektort külön is szerettük volna megvizsgálni. Ez volt tehát a kiinduló pont, és akkor röviden a kiemelt eredményekről is azért mondanék pár szót. Ugye egyrészt, hogyha ezt az ökoszisztéma nézetet vesszük alapul, és ezt szeretnénk egy kicsit elemezni, akkor ugye azt látjuk, hogy volt egy olyan klasszikus modell, ahol a hirdetők és a felhasználók voltak a két végpont, és ugye a hirdető az üzeneteit alapvetően a média szegmenseken, vagy indirekt módon ugye az ügynökségek bevonásával juttatta el, felhangosította a felhasználók számára. Na ugye ez az a modell, aminek a közepébe beékelődött a platform, vagy a platformok, ugye akikről itt beszéltünk a munka során, és tulajdonképpen ugye azt látjuk, hogy egy hatalmas keszekuszaságot eredményezett ebben az ökoszisztémában, ugye ezt az ábrán, ezzel a sok színű és formájú nyíllal szerettük volna jelezni. Jeleztük azt is, hogy a pénzáramlások hogyan módosulnak a platformok beékelődésének hatására, azt is, hogy a befolyásolások hogyan mozogtak, és azt is, hogy a tartalom és reklám áramlások hogyan alakultak át. És ugye látjuk azt, hogy egy hatalmas szimbiózisról beszélhetünk, tehát igenis minden szereplő függ a másiktól, viszont azt is látjuk, hogy ezek a sárga nyilacskák, amik a befolyásolást hivatottak jelezni ezen az ábrán, jellemzően a platformokból mutatnak kifele, és lényegében az összes ökoszisztéma szereplőt érintik, tehát ugyanúgy megreformálódnak a felhasználói szokások, ugyanúgy létrejönnek ugye kreátorok, lényegében ugye influencereket nevezünk kicsit hivatalosabb formában, így módon a platformok belépése hatására, és hát nem utolsó sorban ugye a hirdetőket is egy nagyon komoly hirdetés feladási befolyásolás éri, egy nagyon is versenyképes értékajánlattal, és egy mérhető értékajánlattal, ami korábban nem volt annyira tetten érhető ebben a piacban, és ebben a platformok ugye egy nagy összgazdasági előnyt is élveznek. Tehát a legfontosabb tézisünk, ha ránézünk erre az ökoszisztémára, hogy ez egy aszimmetrikus egymásra utaltságra utal már most, és egyre inkább ebbe az irányba tud majd eltolódni a jövőben. Azért, hogyha végigmegyünk ezen a teljes módszertani íven, akkor ugye azt látjuk, hogy ez a hatásmechanizmus ez nem csak negatív fejleményeket hordoz magában. Ugye próbáltuk jelezni ezekkel a
zöld nyilacskákkal ezen az ábrán is azt, hogy hogyan is hatnak a platformok egyébként a különböző kommunikációs ipari szereplőkre pozitív vetületben, és itt azért két dolgot mindenképp érdemes kiemelni. Nyilván azért a hirdetői szempontból ez egy pozitív jelenség, amennyiben egy versenyképes értékajánlatot kapnak, relatíve olcsóbb hirdetési felületeket vehetnek használatba. De egyébként a szegmensek, média szegmensek kapcsán is látható az, hogy a platformok egy lehetőséget adnak sok szereplőnek, egész egyszerűen azzal, hogy a terelést felhasználva új csatornán még több felhasználóhoz tudják eljuttatni ők is tulajdonképp a tartalmaikat. Tehát ezért ez egy nagyon fontos dolog ezt látni, hogy itt vannak nagyon pozitív fejlemények is. Mindezek mellett azért a változások eredője az túlnyomó részt negatív, és hogyha már itt ugye végig pörgetünk a módszertani skálán, és a jövedelmezőségre jutunk, akkor ott már leginkább negatív összmegállapításokat tudunk tenni a teljes szektorra. És ugye azt látjuk, hogy ez a platform hatás nagyon-nagyon erősen kiélezi azt a versenyt, ami a fogyasztók egységnyi figyelméért valósul meg, és megy végig a piacon. Ezzel együtt jár az, hogy egyébként a gyártási költségek is nagyon komoly terheket hárítanak a szegmensek különböző szereplőire. De azért, hogyha arról beszélünk, hogy az összhatás negatív, nagyon fontos látni azt, hogy azért szegmensenként ezek a hatások nagyon is eltérőek tudnak lenni, és egyáltalán nem ilyen egyszerű ez a képlet, hogy akkor most egy negatív összhatásról beszélünk. Hogyha itt végigmegyünk azon, hogy a hat kiemelt szegmest miként érinti a platformhatás, és mondjuk a digitális szegmenssel elkezdjük ugye a gondolkodást, akkor azt látjuk, hogy itt egyik oldalról a szegmensnek a képviselői ugye a lakosságnak egy sokkal nagyobb részéhez férnek hozzá, és tudjak üzeneteket eljuttatni. Ugye itt most már azt látjuk, hogy 2020-ban a magyar lakosság közel kétharmada ugye olvas híreket közösségi médiában, tehát ez nyilván egy előrelépés, amit ők meg is tudnak lovagolni. A másik oldalon azonban ugye azt is látjuk, hogy a digitális reklámköltések, ahogy ugye János is említette, most már 60%-ban globális platformokon realizálódik, tehát hogy több fogyasztót ugyan elérnek ezek a szereplők, de azért a reklámköltések meg igenis vándorolnak ki tőlük a platformokhoz. Úgyhogy azért ez egy nagyon ambivalens kép. Hogyha a tévére rátérünk, de nyilván egy nagyon kiemelt szegmensnek tekintettük a munka során őket, akkor azt látjuk, hogy azért a tévé szerepe a hazai reklámpiacon egy megkérdőjelezhetetlenül erős szerep. Látjuk azt, hogy ennek az oka Magyarországon az a pay TV lefedettség, ami nagyon magasnak számít, és egy nagyon jó értékajánlatnak tekinthető fogyasztói szempontból is. Tehát egy megkerülhetetlen tényező reklámozás szempontból továbbra is a televízió. Azonban azt is látjuk a számok alapján, és aztán a tanulmány nagyon részletesen lebontja, hogy a reklámok átlagos GRP szállító képessége az több mint 10%-kal lecsökkent. Ugye ezzel párhuzamosan tulajdonképpen a kényszerű reklámnézési idő, amit ugye fogyasztóként mi átélünk, megélünk, az drasztikusan megnőtt az elmúlt két évben. Itt egy 26%-os növekedési dinamikát látunk. Ugye ez még rövid távon lehet, hogy nem bevétel kiesés egy televíziónak, de mondjuk ha már fogyasztói szempontból nézem, akkor azért ez egy élménycsökkenés, és nyilván, hogyha a hosszú távú hatásokat pörgettem le, akkor a fenntarthatósága, ugye a TV szegmens képviselői részéről is erősen megkérdőjelezhető, hogy ez meddig mehet ez a folyamat tovább. És ugye mindemellett azt is látjuk, hogy különösen az SVOD platformoknak a megjelenése drasztikusan növeli meg a gyártási költségeket, és hát közben egyébként az erőforrások is korlátosak, szakember erőforrások Magyarországon, tehát ez egy nagyon jelentős kihívás, amivel a televízió biztos, hogy meg kell küzdjön a közeljövőben. A sajtó problémáit tényleg csak nagyon röviden úgy látjuk, hogy jelentősek, de ez jellemzően nem a platform hatásnak, hanem általánosságban a digitalizációnak köszönhető. A közterületre kiemelt hatást platform értelemben nem tudtunk beazonosítani, itt is beszélgettünk érintettekkel elég sokat. A rádiónál a hatások már sokkal negatívabbak. Itt, amit ki szerettünk volna emelni mindenképp ezen a dián, az a kitörési pontja a rádiónak, ami tulajdonképpen ugye a KKV-szektor beli hirdetéseket jelentette volna, főleg ugye lokális piacokon Magyarország szerte, de látjuk, hogy 16 óta már ezt a piacot is egyébként a Facebook uralja, tehát ez a kitörési pont is egyre kevésbé reális jövőképet rajzol föl számukra. És a moziról nagyon röviden tényleg csak annyit, hogy a mozi problémáit sokkal inkább mondjuk egy Covid okozta a közelmúltban sem, mint egy platformhatás, de hosszabb távon az
S-vodok volt gárdenei tulajdonképpen, főleg, hogyha ezek az S-vodok egyébként gyártó cégek, lásd Disney, akkor azért nagyon komolyan befolyásolni fogja, és egy nagyon komoly kihívás elé állítja a szektort. Összefoglalva, szerettünk volna még felvetíteni egy átfogó mátrixot, ahol az oszlopokban a szegmenseket jelöltük, a sorokban pedig azokat a platformokat, amiket ugye, amiknek a hatásait ki szerettük volna elemezni a munka során. És ugye jeleztük azt, hogy mind reklámbevétel oldalon, mind tartalom, illetve felhasználói oldalon, ezeket jelölik ezek a kis ábrácskák a szlájdon, a hatások mennyire negatív és mennyire pozitívak a platform hatások az egyes szegmensekre. Itt szerintem ami kiemelendő az az, hogy a rövidtávú pénz kiáramlás, tehát mondjuk a reklám bevételekre gyakorolt negatív hatás, az a digitális, a print és a rádió szegmensekre tetten érhető már most, és főleg a keresőmotorok és a közösségi média jóvoltából, tehát az ő akcióik során. De azért látszik az, hogy például a televíziónál ugye az S-vodoknak a tartalomra gyakorolt sok hatása, az szintén egy nagyon komoly negatív irányú hatás erre a szektorra. A másik oldalon pedig, hogyha kicsit a pozitívumokat szedjük elő, akkor azt látjuk, hogy egyelőre jellemzően a reklámügynökségi szektor azért inkább pozitívan tudott kijönni ebből a platformhatásból, de azért itt sem teljesen tiszta a kép, és a kihívások azt gondoljuk ott is kirajzolódnak. Összefoglalva, nagyon fontos következtetései a tanulmánynak azok az akciók, tulajdonképpen amiket az egyes szegmensek izoláltan a platformhatás leküzdésére vagy mitigálására elindítottak, és számos nagyon pozitív törekvést látunk, ugye ezek közül csak néhányat kiemeltünk itt baloldalt, ami szerintem magától értetődő, de hát egy nagyon fontos és komplex folyamat, az az üzleti modellnek a transformációja, és látjuk azt, hogy a korábban reklám alapú bevételből hogyan transformálják át sok szereplők a működésüket, sokkal inkább B2C direkt fogyasztói bevételi oldalra. Ugyanúgy látjuk azt, hogy az online térbe való kilépéssel, és tulajdonképpen a platformokon való megjelenéssel hogyan profitálnak a platformhatásból, és vannak egyéb tényezők is. Itt számunkra a lényegi kérdés az sokkal inkább az, hogy ezeket az izoláltan jelentkező stratégiai akciókat, amiket egy-egy szegmens, egy-egy szereplőinél azonosítunk be, ezeket lehet-e összefogóbban, szegmensek között, vagy szektor szinten elképzelni, egyáltalán értelmezni? Igen, hát ugye erről sokat beszélgettünk, meg próbáltuk azt értelmezni, hogy vannak ugye egyéni válaszok egyéni cég oldalról, ebből sok van, és mindenkinek azt hiszem elkerülhetetlen, muszáj ezt csinálnia. Nagyon keveset látunk Magyarországon olyat, amikor versengő cégek összefognak. És tulajdonképpen két példát meg lehet említeni, amilyen programatik szinten a digitális térben megvalósult, ugye a Project Agora, meg a Hopex, ahol egymással versengő cégek valami közös propozícióval, kvázi termékkel léptek a piacra azért, hogy programatik módon a platformokkal is versenyezve megpróbáljanak valami alternatívát kínálni a hirdetőknek, és ez tök jó. De ezen túlmenően nem sokat ilyet látunk, pedig kérdés van rengeteg. Viewability, brand safety, itt is lehetnének összefogások, kutatás, vagy akár adat, vagyon, közös, hogy mondjam, csak feldolgozása és a piacra vivése. Mindenféle közös termékfejlesztésre, és hát nyilván itt a szabályozót is, ha valahogyan meg kell pingelni, akkor azt gondolom, hogy az csak közösen lehet, és itt megint csak van a szakmának a szerepe abban, hogy olyan gondolatokat hozzon be, aminek tényleg van értelme, és a szabályozó az tényleg segíti a piacot, és nem pedig, hogy mondjam, csak a platformokon bosszút áll idézőjelben. Na most tehát ezek az összefogások, ezek még nincsenek itt még nem tartunk. A tanulmány során egy kicsit próbáltunk arra is kitérni, hogy vajon más országok Európában tartanak-e már itt, és azért pár példát találtunk, ami szerintünk gondolatébresztőnek itt helyet kaphat. Itt mindjárt két példát láthatunk, egyrészt az Egyesült Királyságból, másrészt egy másik két példa pedig Németországból származik.
ahol ugye média tulajdonosok összefogásáról digitál vagy digitál és print szegmenseken belül beszélhetünk. Ugye ennek a lényege az tulajdonképpen itt a harmadik sorban olvasható, hogy együtt ezek a brendek egy ország teljes lakosságát lényegében lefedik, és így aztán sokkal versenyképesebbek lesznek hirdetői szempontból, vagy hirdetői gondolkodásból egy Facebookkal vagy Google-vel összehasonlítva, mint külön-külön. Tehát ezek a törekvések már megjelentek. Hogyha egy kicsit a TV szegmensre evezünk, akkor pedig látunk nemzetközi együttműködéseket is a szegmens szereplői, kiemelt szereplői között. Itt ugye 17-ben indult a France TV-nek, meg a Rai-nak az együttműködése, amihez aztán egy év múlva a ZDF is csatlakozott. Itt ugye azt a kihívást próbálják kezelni a szereplők, amiről szintén említettünk, hogy a gyártási költségek ugranak meg, és ennek egy ilyen hatékonysági boostját vagy fokozását próbálja ez az együttműködés segíteni nemzetközi szinten. Szintén a TV szegmensben maradva látunk két példát az Egyesült Királyságban és Franciaországban arra, hogy helyi TV társaságok SVOD szolgáltatási platformot hoznak létre közösen. Ezt lényegében a Netflix alá árazzák be, és sokkal inkább lokális tartalomra koncentrálva próbálják megtölteni értékkel. Látjuk, hogy azért ezek a próbálkozások még javarészt veszteségesek, de itt azért fontos megemlíteni, hogy egy Netflix sem éppen egy profit center, ott 19-es számadatok vannak a tanulmányunkban benne, ahol 3 milliárd dollár alatti volt, ha jól emlékszem, a free cash flow, tehát negatív értelemben. Úgyhogy azért ez bizony öli a tartalomgyártási költségeket, ami egyébként nyilván általánosságban is felvet egy fenntarthatósági kérdést, tehát hogy nyilván ez a modell a végtelenségig egyébként nem húzható ki, azért erre is vannak utaló jelek. Összegezve ezeket a példákat, azért azt látjuk, hogy a kezdeményezések jellemzően alulról jönnek, és egy-egy szegmensen belül érhetőek tetten, tehát vagy digitál, vagy print, vagy TV. Most ezeket a példákat hoztuk, ugye? Ami már szegmensek közötti, az is leginkább digitál és print, tehát lényegében ugye ilyen rokon brendeknek az összevonásából származik. Tehát azért olyanra példát, hogy valaki ugye egy ilyen felsőbb szerepkörből próbálja a piaci érdekeket összekomponálni, nem igazán látunk. Kérdés, hogy ilyenről a jövőben lehet-e érdemben beszélgetni, ilyen ötleteket érdemes-e feszegetni mondjuk Magyarországon. Hát nagyon szépen köszi az inspiráló példákat. Én azt gondolom, hogy amíg nem fogunk erről gondolkozni együtt, addig biztos, hogy nem lesznek ilyen ötletek. Úgyhogy nosza rajta, itt ennél ennek a fórumnak a nyilvánosságát kérem, hogy vegyetek részt ebbe a gondolkodásba, tényleg milyen proaktív együttműködéseket lehet megvalósítani. Látjuk, hogy a feladat adott, tenni kell, mert hogyha nem teszünk, akkor lehet, hogy az a negatív forgatókönyv fog megvalósulni, hogy mindent megesznek a globális szereplők. És egyébként, hogy tényleg csak egy olyan ilyen hülye példával fejezem be ezt az előadást. Említette Matyi, hogy mondjuk az out of home, a köztér, az nem annyira érintett a globális platformok hatásába, de azért egyébként érintett, mert a hirdetők sokszor megkérdezik, hogy nem éri meg jobban Facebookon hirdetni, mint outdooron. Persze a válasz az, hogy az attól függ, meg mikor, hogy, de én inkább azt mondanám, hogy nem. De minden esetre az biztos, hogy az out of home-nak is fejlődnie kéne. Miért ne foghatnának össze szereplők egy digitális out of home platform megteremtésére? Miért ne lehetne ezen programatik módon vásárolni? A szabályozó miért ne adhatna adókedvezményt arra, hogy ez mondjuk megvalósuljon? És nagyon fontos, nagyon-nagyon fontos, a hirdető miért ne gondolhatná meg nagyon alaposan, hogy lehet, hogy 1 forint 20 fillérrel adott esetben többe kerül a fajlagos elérés, de hogyha ezt itt költi el, akkor az a helyi gazdaságot, a helyi fogyasztókat, a magyar GDP-t támogatja. Tehát mindaddig, amíg mindenki a saját rövidtávú kis gondolataiba szorul bele kénytelenül, addig nem nagyon tudjuk elképzelni az ilyen álmokat, de szerintem az álmok valahol kezdődnek,
kezdődjenek ott, hogy áttanulmányozzuk nagyon alaposan ezt a szuper tanulmányt, amit a KPMG az MRS-szel közösen elkészített, és utána pedig beszélgessünk erről sokat és sokszor. Köszönjük szépen! Köszönjük.